Na sziasztok srácok, ma délelőtt 11 órakor megérkezett ez a nagyon titokzatos új DLC, amiről igazából a Rockstar is alig árult el valamit. Egyébként a Chop Shop nevet kapta, mint kiderült, és ennek keretein belül bekerült és megvásárolható a Salvage Yard ingatlan, ami egyben egy új biznisz is lesz. Három helyszínen lehet megvásárolni, kicsit több mint 2,5 millióba kerül a legdrágább, teljesen felupgrade-elve pedig 5,5 millió dollár, úgyhogy nem olcsó. Jött 12 vadonatúj jármű, a Legendary Motorsport oldalra 2, a Southern San Andreas oldalra 6, illetve a Warstockra 3, amik ráadásul rendőrautók, tehát 10 év után végre bekerültek és végre megvásárolhatók a rendőrautók, illetve a Salvage Yard ingatlanban megvásárolható még a Tow Track is. Aztán bekerültek a vadonatúj drift versenyek, amiket ígért a Rockstar, ezek egyébként baromi jók, egyet kipróbáltam, és nagyon várom, hogy este 6 órakor együtt is ki tudjuk próbálni majd a streamben. Aztán megújult az Interaction menü, sokkal átláthatóbb és rendszerezettebb lett, mint eddig volt, minden külön kategóriába lett szedve. Érkezett egy vadonatúj fegyver, amit csak is kizárólag a Gunbandben lehet megvásárolni, közel 450 ezer dollárért, szóval eléggé drága, úgy hívják egyébként, hogy Battle Rifle. Jött egy új frizura is, a Nautilus Braids női karaktere, nem tudom, hogy tettek-e be, de hogyha igen, akkor légy szíves, írjátok le kommentbe, ezt előre is köszönöm. Természetesen új ruhákat is kaptunk, pulóvereket, felsőket, jackiket, papucsokat, még bakancsokat is, úgyhogy viszonylag sok mindent. És akkor térjünk is rá a heti frissítésre, mert hogy nyilván az is jött ma, bár ilyenkor jóval kevesebb ajánlat van, mint máskor, amit megszokhattunk. Megérkezett az összes ajándék, amit az elmúlt hetekben, elmúlt hónapokban szerezhettünk. Liverik, különleges egyedi rendszámok, de még a Sprank és E-Collage Bodysuit is. Ezeket, amikor beléptek a játékba, látni fogjátok kiírva majd a baloldali sarokban. A pódiumra a Cheval Taipan került fel, mint mindig most is, egy teljes hetetek lesz rá, hogy kipörgessétek. Ehhez nagyon sok sikert kívánok mindenkinek. A Prize Ride pedig a Pegasi Monroe. Hogyha szeretnétek ezt is megszerezni ingyenesen, akkor a top 3-ban kell végeznetek bármelyik Los Santos Kármit versenyen, méghozzá 2 napig zsinórban. Ez is szintén sok sikert mindenkinek. Vannak leárazásaink is, akciós az Übermacht Cypher, a Pegasi Osiris, a Progenitali GTB, a Weaponized Konada, a Hydra, a Karin Hotring Everon és a Villard Eudora is. Pénzszerzési lehetőségekből nincsen túl sok, de az is jött, dupla szorzó van a Keep the Pace Adversary módon, illetve ugye ott vannak a szokásos Time Trialok is, a Land Vehicle-os az Elysian Island 2, az RC Banditos a Construction Site 2, a Junk Energy pedig a Quartz Center. Ne haragudjatok, egyébként biztos, hogy van, ami kimaradt a heti frissítésből, de egész egyszerűen ilyenkor, mikor jön egy új DLC, egyszerűen az egész community szó szerint megőrül, DLC lázban ég, és mindenki elfelejti egytől egyik, hogy egyébként majd jött heti frissítés is, és senki nem oszt meg róla semmit, úgyhogy próbáltam azért összeszedni nektek, amit csak tudtam, remélhetőleg nem maradt ki sok minden. Ami a DLC-t illeti, ott pedig direkt nem részleteztem semmilyen új tartalmat, ugyanis este a streamben 6 órától meg fogjuk nézni részletesen, hogy mi minden jött, úgyhogy ott találkozunk. Dani voltam, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, sziasztok!